Cégünknek, mint elosztói engedélyesnek az elsődleges feladata a folyamatos villamosenergia szolgáltatás. Ezt a 21. századi követelményeknek, az ügyfél elvárásoknak megfelelően, fenntartható módon és természetesen a környezetre sem veszélyes módon kell, hogy elvégezzük. A környezetünknek része az élővilág, és a mi hálózatainknak azért egy igen jelentős része szabadvezeték hálózat, így a madárvilág megóvása is egy nagyon fontos cél számunkra. Nagyon sok beavatkozást hajtunk végre a hálózatainkon, a meglévő hálózatainkon, igyekszünk minél biztonságosabbá tenni mind az ügyfeleink, mind a madarak számára. De a mai napon itt Nagyhelyesen a Kossuth utcában egy transformátorról fogják a kollégáim leszerelni azt a tavaly év áprilisban felszerelt burkolatot, amivel a kisebb testű madaraknak a épségét próbáljuk megoldani, megvédve őket az áramütéstől. Megvizsgáljuk ezt az eszközt abból a szempontból, hogy biztonságos üzemeltetéshez jók-e a paraméterei. Mivel egy nem átlátszó burkolatról beszélünk, nem látunk alá csak akkor, hogyha leszedjük. Bízunk benne, hogy olyan tapasztalataink lesznek, hogy szélesebb körben fogjuk tudni ezt az eszközt alkalmazni. A leszerelés követően egy másik helyre el fogjuk ezt vinni, hogy más körülmények között is meggyőződjünk arról, hogy milyen paraméterekkel működik ez a hálózatainkon. A további eszközeinknek a pilotolása is jelenleg zajlik. A madárvédők is közreműködnek ebben, ők alapvetően a madarak viselkedését, a madarak sérüléseit figyelik meg ezeken a területeken, ezeken a konkrét helyeken, ahová felszereltük ezeket az új eszközöket. És a döntést nyilván mind a saját, mind a együttműködő partnereink következtetései után hozzuk meg. Ezen a nagyhegyesi transformátor állomáson korábban is végeztünk el már madárvédelmi beavatkozásokat. Látható, hogy az oszlop tetején mind a két oldalon van egy-egy madárkiülő, burkolt vezetéket alkalmaztunk az áramkötéseknek a létesítésére. Ezek azok a már meglévő és nagy számban alkalmazott technológiai megoldások, amelyeket a jövőben is el fogunk végezni, biztonságosabbá téve a transformátor állomásokat. Elindított programjaink mellett keressük a jövőben is azokat a megoldásokat, amelyek a meglévő hálózataink biztonságát tudjuk növelni.